Ha venni szeretnétek egy vezeték nélküli fülhallgatót, a legnagyobb akadály valószínűleg az opciók mennyisége lesz. Minden és mindenki is gyártja már ezeket az eszközöket, és a filléres megoldásoktól a több százezres darabokig van választási lehetőség bőven. Szóval ezen a téren szeretnék nektek a mai nap segíteni a Technics támogatásával. Csak hogy mindenki ugyanazon szinten legyen, ebben a videóban TVS fülhallgatókról fogunk beszélni. Ezek egy töltőtok, illetve kettő teljesen különálló eszköz a bal és a jobb fületekbe, mindenféle kábel használata nélkül. Ezek gyakorlatilag mindannyian Bluetooth kapcsolatot használnak, és bár jó páran ellenzik őket, mondva, hogy a vezetékes fülhallgatókkal olcsóbban jobb minőséget kaphat az ember, én és rajtam kívül még jó pár ember nem is lennénk hajlandók már visszamenni a vezetékes opciókhoz, szimplán csak a kényelem miatt. A TVS fülhallgatók igen sokféleképpen kategorizálhatóak, szóval nézzük a legegyszerűbbet, van-e gumiharang? A legtöbb fülhallgató, amivel találkozni fogtok, rendelkezik egy gumitömítéssel, ami több szerepet is ellát. Ez van kapcsolatban a fületekkel, és tartja bent a fülhallgatót, szigetel, tehát zajosabb környezetben is élvezhetitek majd a zenéteket, illetve hangraképezés szempontjából ez segíti elő a basszusnak a leképzését. Van opciótok gumiharang nélküli open fülhallgatók vásárlására is, amire a legkönnyebb példa az eredeti AirPods. Ez arról volt híres, hogy nem szólt valami jól, azonban eléggé jól beengedte a környezeti hangokat a fületekbe, ami egyes munkakörnyezetekben akár elvárás is lehetett. Aztán ott van a formavilág. Egy TVS fülhallgató lehet száras vagy szár nélküli. A szárral ellátott darabok a külső egységbe helyezik a mikrofont, az akkumulátort és a vezérlést, ezzel több helyet adva a hangszórónak a fülön belül lévő részen, de itt nem kimondhatóan jobb vagy rosszabb az egyik megoldás, ez igazából csak személyes preferencia kérdése. Ami egy nagyon fontos döntés vásárlás előtt, hogy akarunk-e aktív zajszűrést. Ahogy említettem, a gumiharang a legtöbb fülhallgatón passzív zajszűrésként működik, azonban erre rá tudunk segíteni szoftveresen. Ez egyébként úgy működik, hogy mikrofonok a fülhallgatónak a különböző pontjain érzékelik a kültérnek a zajait, majd ezeket úgy próbálják meg kioltani, hogy a beérkező zajnak a hanghullámait megfordítják, és azt küldik be a fülünkbe. Ez egyenesen varázslatnak tűnik egyébként, azonban én személy szerint már nem lennék hajlandó olyan fülhallgatót venni, amiben ez a technológia nem található meg. Kettő említése méltó dolog, az egyik, hogy ez inkább egy prémiumabb feature egyébként, szóval számítsatok arra, hogy az aktív zajszűrős fülhallgatók egy picit drágábbak lesznek, illetve kettő, egyes emberek érzékenyek az aktív zajszűrésre, mivel hallanak egy ilyen enyhe sistergést vagy sípolást, miközben hogy ez a funkció be van kapcsolva. Én személy szerint csak azokban a fülhallgatókban szoktam ezt hallani, ahol ez rosszul van implementálva, azonban vannak olyan emberek, akik minden fülhallgatóban használják, szóval én ajánlom, hogy próbáljatok ki egy ismert jó márkát, hogy megtudjátok, hogy nektek egyáltalán hasznos lenne ez a feature, vagy feleslegesen fizetnétek csak érte, mivel mindenképpen zavarna titeket. Természetesen a legfontosabb tulajdonsága egy fülhallgatónak a hangminősége. Ez valami, amit tesztek és vélemények alapján tudtak majd megállapítani, mivel sajnos nem nagyon van lehetőségetek kipróbálni ezeket az eszközöket még vásárlás előtt, már csak higiéniai okok miatt sem. Ne feledjetek több tesztet megnézni a kiszemelt fülhallgatókról, mivel egy ember véleménye alapján nem szabad eldönteni, hogy jól szól egy hangeszköz, nagyrészt, mivel megvan az esélye, hogy a ti ízlésetek merőben eltér a tesztelőjétől, és ami mondjuk neki baromira nem tetszett, az nektek éppen hogy tökéletes lenne. Ha valamire egyébként híresek ezek a fülhallgatók, akkor az a gyenge mikrofon minőség. Ez a Bluetooth kétirányú adatátviteli protokolljának köszönhető, és az itt a limitáció igazából. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden ugyanolyan rossz. Itt is vannak jobbak és rosszabbak, és a rosszabbak azok nagyon rosszak szoktak lenni. Szóval jelenleg a Technics fülhallgatónak a mikrofonját halljátok egy zajos út mellett. Csak egy olyan valami viszonyítási alapunk, hogy ilyen hangja van egy vezeték nélküli fülhallgató mikrofonnak. Szóval amelyben tudjátok, hogy ti többször szeretnétek mondjuk telefonbeszélgetéseket lebonyolítani a fülhallgatóval, érdemes egy olyan cégtől vásárolni, aki tudjátok, hogy figyelmet fordított a mikrofonokra is.
Ezen felül egyébként van még egy-két prémiumnak titulált tulajdonság, ilyen például a töltőtoknak a vezeték nélküli töltése, ami szerintem egy baromi hasznos feature, de lehet, hogy számotokra teljesen haszontalan lenne. Aztán a magasabb bitrátás zenefájlok támogatása, ez egyébként jobb hangminőséget elérve, ez nyilván olyan szolgáltatást kell használnatok, vagy olyan fájlokkal kell rendelkeznetek, aminek egyetlen értelme van ennek, viszont egy nagy rétegnek ez kifejezetten fontos tud lenni. Aztán ott van a vízállóság, ami lehetővé teszi azt, hogy esőben, vagy mondjuk edzés közben izzadva biztosak lehetek abban, hogy nem lesz baja magának az eszköznek. Illetve a több eszköz csatlakoztatása egy időben, ami egy kifejezetten hasznos funkció tud lenni. Ez azt jelenti, hogy több eszközzel egyszerre létesít Bluetooth kapcsolatot a fülhallgatótok, és annak a hangját játssza le, amelyiken éppen lejátszatok valamit. Kifejezetten hasznos. Szóval, mit ajánlok én? A legfontosabb, hogy eldöntsétek, hogy 1. nektek kényelmes-e a gumiharangos kialakítás, és 2. hogy akartok-e aktív zajszűrést. Ez a kettő objektív döntésetek igen jól be fogja határolni, hogy milyen eszközök között érdemes majd nézelődnötök. Én személy szerint előnyben részesíteném a jobb hangzást a jobb mikrofonnal szemben, viszont nyilván csak ti tudjátok, hogy nektek az mennyire fontos, illetve üzemidőtéren szerintem nem kell majd félnetek, mivel gyakorlatilag minden fülhallgató képes lesz legalább 4 órán keresztül lejátszani nektek a zenét, illetve meglepően gyorsan töltenek egyébként a fülesek, szóval, hogyha egy nagyon hosszú utazáson vennétek részt, még akkor sem maradtok zene nélkül több mint 10-15 percig. A legtöbb említett dologra egyébként példát is fogtok látni a következő hónapokban, amikor a Technicsnek a fülhallgatóit fogjuk megnézni egy kicsit közelebbről. Szeretném nekik megköszönni, hogy támogatták egyébként a mai videót, amiben hasznotokra vált, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok föl, ha nem akartok lemaradni az említett videókról. Itt most mellettem megtekintitek egyébként itt fönt az első részt, amikor majd az kijön, addig ez a hely az üres, itt alul pedig egy másik random videót, amit a YouTube választott nektek, nézzétek meg, lehet, hogy tetszeni fog. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyetek jók, és sziasztok!